Igazi nyári kánikulában került sor a kispályás bajnokság záró rendezvényére. Már lejátszottak a csapatok minden fontos meccset, már kialakult a végeredmény, azonban a labda nem pihent ezen a szombaton sem. Szervezetten, bíróval és a sportszerű szabályokat betartva rúgták ezúttal is a bőrt. Műfüves futballpályát, valamint az üzemeltetését 2011. januárra vettem át, tehát a 6. évet kezdtem el idén. 2009-ben épült a pálya, és az elődöm, aki egy évig üzemeltette ezt a pályát, ő kezdte el ezt a városi bajnokságot, tehát én ezúton is még egyszer szeretném Bolla Leventének megköszönni, hogy ezt a nagyon jó sportot itt elkezdte, és ugye én a hagyományokhoz híven úgymond tehát folytattam. Hát ennek a bajnokságnak a célja az, hogy Sümegen, tehát az első számú sport még mindig a labdarúgás, mindemellett, hogy egy nagyon-nagyon jó röplabda csapatunk van, én is személy szerint szeretem és szurkolok a csapatnak, innen is üdvözlöm őket. De a labdarúgás azért mindig első helyen állt Sümegen, és most is. És ilyen, hogy városi bajnokság, ilyen ezelőtt soha nem volt. Ugye ezt Tapolcán, itt a testvérvárosunk kezdte el nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, és ugye ezt onnan vettük mi át, és hát gondoltam, hogy akkor én is ezt folytatom, és próbálom minél jobban megszervezni évről évre, és a mai napig eljutottunk oda, hogy most már nem csak Sümegről, hanem a környékbeli falusi csapatokról gondolok, itt Sümeg, Csehire, Gógánfára, Csabrendekre, és 9 csapattal zajlik jelen pillanatban ez a bajnokság. A Sümegi Sportegyesület vezetése is értékeli a kispályások aktivitását, szervezettségét. Nagyon sok fiatalt megmozgat és idősebbet ez a rendezvény. Itt általában azok szerepelnek, akik a rendezett bajnokságban, a szervezett MLS által szervezett bajnokságban nem vesznek részt, de ez nagyon jó dolog, mert részben itt tehetségek föltűnhetnek, új tehetségek, és akik levezetni akarnak, azok le tudnak vezetni, és nekünk is azért egy bázis is, hogy a tehetségesebb játékosokra fel tudunk figyelni, és le tudjuk igazolni a szervezett bajnokságba szereplő játékosok mellé. A délelőtti meccsek után került sor a bajnokság eredményeinek értékelésére. Véglászló polgármester kiemelte, hogy életképesnek bizonyult ez a bajnokság, hiszen 6 éves múltra tekint már vissza. Elmondta, hogy viharos kezdete volt a műfüves pályának, de mostanra már a lakosság megszokta a mérkőzésekkel járó hangulatot. Hangsúlyozta, hogy a focinak mindig megvan a közösségi szerepe, jól összekovácsolja a labdarúgást kedvelőket. Ez a bajnokság is jó példa erre. A szervező ifjú fazekas László köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a megvalósítást. Díjjal jutalmazták a legjobb játékosokat, majd sor került a győztes kihirdetésére. Idén a Vakegerek csapata diadalmaskodott. Már régóta, hosszú évek óta együtt focizunk, és úgy érzem, hogy összeérett a csapat. Péntekenként tudunk edzeni, és itt is jó kedve jövünk mindig focizni, és egymásért küzdünk, talán ezért. És mennyivel másabb itt focizni a műfüves pályán és a nagy pályához képest? Ez mi a különbség? Hát ez nagyon jó, ugye sokkal kisebb a pálya, pörgősebb, és több a passz, és több a gól is. Kis ajándékkal kedveskedtek a csapat szakácsának kikiáltott fazekas Lászlónénak, aki ez alkalommal is fáradhatatlanul készítette el a focisták kedvencét, a hagyományos babgulyást. Az a titka ennek a bablevesnek, hogy hát ezt minden évben meg én csinálom, felkér a fiam, hogy anyu gyere, és akkor légy szíves, főzd meg a babgulyást. Én megveszem az alapanyagokat, végülis az a lényege, hogy minden fűszer bent legyen kellő mennyiségbe, és hát mire elkészül, tálalunk, és nagyon finom, mindenkinek nagyon ízlik, és remélem a mai is így sikerül. Jó alkalmat teremtett az évadzáró összejövetel a jóízű beszélgetésekre, a baráti és sportási együttlétre.